Gázszünet lesz Lettenye teljes területén szeptember 8-ától 10-ig. Farkas Szilárd, a település polgármestere elmondta, a szolgáltatótól kapta az értesítést, hogy ezekben a napokban végzik a karbantartást a becsehelyi gáztározónál. Emiatt nem veheti igénybe a földgázt a lakosság. A bejelentés először riadalmat okozott a városban élők körében, elsősorban a főzés és a tisztálkodás miatt. Ebben a három napban vendégétkeztetést nem biztosítanak a településen, viszont az óvodások és az iskolások melegételt, tízórait és uzsonnát is kapnak a helyi konyhai dolgozóknak köszönhetően, akik vállalták a korábbi kelést és az ételek elkészítését egy másik intézményben. A csütörtöki nap az már egy kicsit problémásabb lesz véleményem szerint, hiszen a gáztározó az ki fog ürülni, és emiatt hát a lakosság szíves türelmét és megértését is kérjük, hiszen évente egyszer van egy ilyen karbantartás, amelyet kötelező jelleggel el kell végezni ahhoz, hogy a gázszolgáltatás az a jövőben zökkenőmentes legyen. És akkor elérkezünk szeptember 10-éhez, és reggel 6 órakor már visszakapcsolásra kerül a gáz. Ami azt jelenti, hogy azokban a háztartásokban, közületekben, közintézményekben, ahol a gázszolgáltatás szüneteltetése megszűnik, ott szükséges az úgynevezett nyomásszabályzó szerkezeteknek is a visszakapcsolása, hiszen anélkül nem tudják igénybe venni a földgázt, tehát erre hívnám fel a lakosság figyelmét, hogy ne essenek kétségbe, tehát mindenképpen ezt a nyomásszabályzó szelepet rendeltetésszerűen kapcsolják vissza, és ezt követően vissza fog állni a gázszolgáltatás.